Imádkozzunk testvéreim! Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, s a mi Urunk Jézus Krisztusunktól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvéreim, bűnbánat Isten tiszteletünk kezdetén, Isten dicsőségére, lelkünk épülésére, a 25. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. A 25. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. És kegyelmes Isten színe előtt imádkozzunk a következőképpen. Úr Isten, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözlők lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas Atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesnek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadban, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te bennek kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéből, amikor is így szólni hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, ha valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvéreim, hallgassuk meg Istennek szent igéit, ugyanint az írva található, a Máté írása szerinti Szent Evangélium 27. részének 20-tól 26-ig terjedő verseiből a következőképpen. A főpapok és a vének pedig rávették a sokaságot, hogy Barabást kérjék ki, Jézus pedig veszítsék el. Amikor a helytartó azt kérdezte tőlük, a kettő közül melyiket akarjátok, hogy elbocsássam nektek? Azt válaszolták, Barabást. És mit tegyek Jézussal, akit Krisztusnak hívnak?
kérdezte tovább Pilátus. Erre mindnyájan azt mondták, feszítessék meg. De mi rosszat tett? Mondta a helytartó, mire azok még inkább kiáltoztak. Feszítessék meg. Amikor Pilátus látta, hogy semmire sem megy, sőt még nagyobb zavargás támad, vizet hozatott, megmosta a kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt. Ártatlan vagyok, ez igaz ember vérétől. Ti lássátok. Erre az egész nép azt mondta, az ő vére rajtunk és a mi fiainkon. Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézus pedig megostorozta, és átadta, hogy megfeszítsék. Jézus nagyon sok emberrel találkozott. Volt, akit csak megérintett és meggyógyult. Máskor valakivel váltott néhány mondatot, de olyanok is voltak, akikkel vitatkozott Istennek dolgairól. Aztán voltak olyanok, akik közel engedték szívükhöz az Urat, megtértek, és örvendező szívvel dicsérték az Úr Jézus Krisztust. Mások pedig egyáltalán nem hallgattak rám, megkeményedett szívvel utasították el maguktól azt a krisztusi kijelentést, hogy Isten fia. Ugyanebben a cipőben járt az a tömeg is, amelyik azt kiáltotta, hogy Barabást engedd szabadon, Jézus pedig feszítsd meg, harsogták Pilátusnak. Ma erről a sokaságról halljunk néhány gondolatot a Szentlélek vezetése által. Jó egy kicsit az előzményekre is figyelni, mert a nagypénteki sokaság tagjai közül sokan ott voltak a Lázár feltámasztásánál is, és erre a nagy hírre a sokaság Betániába tódult. E sokaság az ünnepre is feljött, és hallották, hogy Jézus Jeruzsálembe jön. Az olajfák hegyének lejtőjéhez érve, a tanítványok nagy serege örömében áldani kezdte Krisztus. Pálma ágakat vettek, és kimentek elé, ezt kiáltva, Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsánna a Dávid fiának. Lelkesítő, és mégis nagyon szomorú a virágvasárnapi történet. Olyan, mint minden tömegtüntetés, impozáns, magával ragadó, félelmetes. De ha a dolog mélyére nézünk, keserű szájíz marad utána, jól esik lelki szemeinkkel látni a jeruzsálemi utcán tolongó embereket, kipirult arcokat, a nagy, hódoló mozdulatot, amivel leterítik az utca porába felső ruháikat, a virágokat, a pálmaleveleket, amelyek mind-mind Jézus Krisztus lába alá kerülnek. Valami belső megelégedéssel érezzük, hogy most Jézus végre abban a tiszteletben részesül a nagy tömeg részéről, ami őt megilleti. Ime úgy fogadják, mint királyt. Ez a fény oldala a jelenetnek. De van egy nagyon sötét árnyoldala is. Szalmaláng volt az egész, és pár nap alatt a tömeg hangulatot ügyes propagandával éppen az ellenkező végletben lehetett állítani. Aki ismeri egy kicsit is a tömeg lélektanát, nem csodálkozik ezen. A nátszál gerincű ember mindig arra hajlik, amerre a szél fújja. A sokkal nagyobb baj, ha sem erre, sem arra, és nem határozott meggyőződéssel hajlik. A tömeg ma is olyan, mint a virágvasárnapi tömeg volt. Azt sem tudja, miért lelkesedik valójában, de lelkesedik, mert mindenki ezt teszi.
magával ragadja a lelkesedés hulláma. Nem tudja pontosan miért hozsánnázi, de azért teszi, mert hozsánnáznak körülötte. Ugyanígy nagypénteken sem tud számot adni arról, hogy miért dühöng, de dühöng, és átkozódik, és kiáltja, feszítsd meg. Ilyen volt az akkori sokasság Pilátus tornáca előtt is. És másodszorban ott van a tömeg mögött a papság, az igazi irányítók, a bultogatók, akik nem állnak az első sorba, hanem hátulról manipulálják a tömeget. Mondják azt, amit kell cselekedni, mit kell mondani, és mikor kell mondani azt a valamit, ami által Jézust immáron kivégezhetik. Ma is ezt látjuk, ezt tapasztaljuk. Van egy összegyülekezés, egy felvonulás, az irányítók mindig nagyon jól tudják, hogy az embernek mi az érzékeny pontja, azt borzolják fel egy kicsit, valaki mond egy lelkesítő beszédet, és elindul a tömeg, a sokaság, és sodor magával másokat és mindent. Elég egy tavalyi esetre gondoljon mindenki az Uz völgyében történtekre. Ott is ez játszódott le. Igen, és úgy csendben meg kell jegyezni, hogy vannak békés tüntetések, békés tömegek, melyek csendben zajlanak le, és a világ figyelmét akarják valami nagy, fontos dologra felhívni. A változásra, a cselekvésre, a jóságra, az emberségre. De a kettő között az a különbség, hogy nem mindegy, hogy milyen indulatú emberek állnak ott a sokasság mögött. Milyen egyéni érdekek hajtják őket. Mert ezeknek az embereknek van egy elképzelésük a különböző dolgok alakulásáról. Önmaguktól nem képesek célba érni, ezért kell a tömegnek az ereje. Aztán az is megfigyelhető, hogy mindig felkínálnak két alternatívát. Ha azt választod, akkor azok a szörnyű dolgok várhatnak rád. De ha az általunk felvázolt dolgokat követed, akkor ezekben a jó dolgokban fogsz részesülni te és az egész nemzetséged. Itt ebben az igaz szakaszban is ez érhető tettem. És tegyük fel a kérdést, hogy mit adott Barabás a népnek, a sokaságnak, és mit adhatott volna Jézus. És akkor ilyeneket tudnék egymással szembe állítani. Barabás az erőszak embere. Jézus a szereteté. Barabás azt mondja, hogy az ellenséget ki kell iktatni, likvidálni kell. Jézus meg azt mondja, hogy az ellenséget is szeretni kell, meg kell menteni azt. Barabás a maga kezébe veszi az ügyek intézését. Jézus Krisztus pedig az atyára bízza azokat. Barabás üt és visszaüt, Jézus pedig tűri az ütlegelést. Barabás a seregére néz és parancsol, Jézus az atyára tekint, és engedelmeskedik neki. A barabások felemelik a keziket, és a tőrüket az ellenség hátába vagy szívébe döfik. Jézus is felemeli a kezét, és a kereszten is ellenségeiért imádkozik. Barabás azért jött, hogy neki szolgáljanak. Az emberfia meg azért jött, hogy ő szolgáljon az életével. Barabás mindig a halál és a pusztulás követi. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. És folytathatnám a sort, kedves testvéreim. A keménység, az erőfitoktatás, az emberi hatalom mindig tetszetősebb a tömegnek, mint maga az alázatosság, a csendesség. Mert abban a meghunyászkodást látja,
az eredménytelenséget. Római iga alatt él a nép. Az ettől való szabadulás az elsődleges a számukra. Ez az égető. Nem látnak előre, nem tudják, hogy nekünk, embereknek tovább kell látnunk az orrunknál. Nem csak ez a jelen van, hanem jövendő is. Jól ismerjük a történetet. Az ekkori egyházi vezetők elérték a céljukat, és a sokasság a barabási magatartást tartotta fontosnak, és ezért kiáltották, feszítsd meg. Végezetül arra a kérdésre próbáljunk választ adni, hogy engem ki formál. Melyik az az indulat, ami az én életemet befolyásolja, alakítja? Mert tudjátok, testvéreim, nem csak egyéni szerepünk és felelősségünk van ebben az életben, hanem egy közösség előrehaladásáért, fejlődéséért is felelősséggel tartozom. És ez kezdődik oda-haza a családban. A barabások nem imádkoznak. Nem jellemző rájuk a nyugodtság, a szelídség. A barabások hangoskodnak, agresszívak. Az életem kihatással van a mellettem élőkre. Ha ezek az indulatok vezérelnek, ezt adom át, ilyenné formálhatom a családomat. Viszont ha ott van az imádságos lelkület bennem, a nyugalom, a másikra való figyelés, az Istentől kapott szeretetnek tovább adása, kiáradása, ott van a szívemben Jézus Krisztus, akkor ezt látja az összes családtagom. Ez lesz a természetes számára, és így hathatok rá, így alakíthatom a jövendőjét. És akkor tágíthatom a kört. És azt mondhatom, hogy ezek igazak a munkahelyi, a gyülekezeti közösségemre is. Igen, tudom. Bátorság kell ahhoz, hogy ne a tömeggel sodródjak, és ne azt kiáltsam, amit az harsog. Ha eleinte nem is hallatszik az én hangom, de egy idő után a tömegben a mellettem álló azt látja és hallja, hogy én már megint, vagy még mindig azt kiáltom, hogy Jézust, Jézust kérjük. Akkor, mint a tóba dobott kavics, kicsi majd egyre nagyobb koncentrikus köröket alkotva, más is Jézusnak a nevét fogja kiáltani. Teológián volt egy diáktársam, egy-két évvel fiatalabb volt, mint én, jó barátságot kötöttünk, és ez a diáktársam nagyon szerette Karinti Frigyest. És ő hívta fel egyszer a figyelmemet, így nagy hétnek a kapcsán, Barabás című novellájára. Karinti Frigyesnek a Barabás című novellájára. Amiben arról van szó, hogy Jézus feltámadása után találkozik azokkal az emberekkel, akiknek az életét Barabás gonoszsága tönkretette. Már bánják, hogy ott akkor Barabást követelték, és nem Jézust. Ha még egyszer Pilátus megkérdezné, kit bocsássak el, és ha lehetne választani, akkor már az urat kiáltanák, mondták ezek az emberek. Újra lejátszák az eseményeket, Pilátus kérdez, és akkor zúgás támad, s mint a mennydörgés zenget fel a sokaság, és a sokaság azt kiáltotta, Barabást! És rémülten néztek egymásra. Mert külön-külön mindegyik azt kiáltotta, a Názáretit. Tudjátok, testvéreim, a sokaság mindig Barabást választja. Ahhoz Isten kegyelmére, és az abból fakadó meggyőződésre és bátorságra van szükség, hogy valaki Jézus mellett kötelezze el magát. Imádkozzunk ezért, a kegyelemért és bátorságért a mai alkalomkor. Amen.
Urunk Istenünk, áldunk és magasztalunk téged, hogy a te kegyelmed és végtelen nagy szereteted által ezen a mai bűnbánati Isten tiszteleten is megszólítottál bennünket. Áldjuk a te háromszor szent nevedet, hogy minden alkalmat és lehetőséget megadsz a mi számunkra, hogy veled találkozhassunk, és a te ígédnek fényében megmártozzunk, megerősödjünk, fényt kapjunk, reménysugár legyen ott továbbra is a mi életünkben. Nagy szükségünk van ezekre, hiszen annyiszor, de annyiszor nem azok a mennyei erők hatnak reánk, amelyek a mi életünket dicsőítő életté tennék, bár nagyon jól tudjuk, hogy mi vagyunk ezeknek az okai, hanem inkább a világnak a zaja, bátorítása, akarata, emberi célok, önkényeskedés az, ami meghatározza a mi cselekedetünket, kiáltásunkat. Szentlélek, Úristen, jöjj közel hozzánk, és változtass meg ilyen értelemben is a mi életünket. Legyünk mi olyan emberek, akik fecskékként próbálják meg csicseregni, zengeni ebbe a világba, hogy a Názáretit, a Jézust engedd el, Pilátus. De ha erre eleinte képtelenek és erőtlenek vagyunk, add, hogy a melletted való ragaszkodásunk megmaradjon, és folyamatosan zengjük, dicsőítsük a te nevedet, hogy mások is észrevegyék, hogy ebben a múló világban az egyedüli megoldás és kiút az te vagy. Nem a tömegnek a sodródása, a magával való ragadása az, ami a mi életünket megválthatja, hanem egyedül a te kereszted, a te poklokon való megjárásod és harmadnap való feltámadásod az, ami életet, örök életet adhat mindannyiunknak. Jó lenne, ha ebben a világban végre valahára a sokaság ne Barabást követelne, hanem téged. Hogy te ott lakj a mi életünkben, szent lelked munkálkodjék bennünk, és az atyád dicsőítsük, magasztaljuk. Minden pillanatban, gondolatban, cselekedetben egyaránt. Urunk, őrizd meg mindannyiunk életét. Légy a világunkkal, az emberiséggel, a betegekkel, azoknak gondozóival. Adj nekünk türelmet és kitartást, hogy amíg odahaza be vagyunk zárva hajlékainkba, addig téged keressünk, egymással legyünk, beszélgessünk, rendezzük dolgainkat. Hogy a húsvéti örömünnep, még hogyha a templomba, hajlékodba be nem mehetünk, akkor is áldott feltöltekezés lehessen. Jézusért kérünk, hallgass meg imánkat. Amen. Fennhangon közösen mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztusunktól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. S ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Áldásra várva énekeljük, kedves testvéreim, a 399. dicséretünket. 399. dicséretünk így kezdődik. Ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belé veti. Yeah.
Gyertek imáron, fogadjunk a mi Urunknak áldását. A mi Urunk Jézus Krisztusunk kegyelme, az Atyának szeretete, a Szentlélek Isten megáldó és vigasztaló ereje legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.